A Tolnavár megyei civil közösségi szolgáltató központ igyekszik minden alkalommal olyan témát választani és olyan előadókat meghívni, akiknek meglátásai és tudása sokat segíthet a civil szervezetek működésén. A központ pénzügyi, adománygyűjtési témakörökben tart szakmai fórumokat, jelen esetben a civil szervezeteket érintő jogi változások voltak a fókuszban. A civil szervezeteket érintő jogszabályi változásokról, önmagában a jogszabályi környezetről, illetve erről a folyamatos változásokról. Ezt évről évre, sőt évente két alkalommal tartjuk meg, hiszen ugye a környezet az állandóan változik, és ugyanúgy egy civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak is napra készt kell lenni, ezeknek a jogszabályi követelményeknek folyamatosan meg kell felelni. Mi abban tudunk segíteni, hogy megismertetjük, folyamatosan felhívjuk a figyelmét a civileknek arra, hogy milyen aktuális változások vannak, mi az, ami érinti őket, hogyan tudnak annak megfelelni. Hála Istennek ezek népszerűek, évről évre szép számmal érkeznek, előzetesen regisztrációhoz kötött és regisztráltan érkeznek, sőt mondhatom, hogy várják, már keresik is, itt a május hónapban szoktuk ugye tartani, már előzetesen érdeklődnek is, hogy mikor, hol lesz. Nagy örömünkre itt a Tudományegyetem főiskolai karán tudjuk Szekszárdon tartani, ezen az idei évben sikerült együttműködési megállapodást kössünk az egyetemmel, ez az együttműködési megállapodás segíti azt, hogy ilyen környezetben tudjunk szakmai fórumokat, előadásokat tartani, szervezni. A mostani alkalommal a változásbejegyzési eljárásokról tartott előadást dr. Fekete Szilvia Anna és dr. Kis Anna Mária törvényszéki bírósági titkárok, ráadásul a megjelentek első kézből kaphatták meg a fontos információkat, hiszen az előadók a saját tapasztalataikat is beleszőtték a prezentációba, ezáltal egy sokkal személyesebb és nem mellesleg pontosabb tájékoztatást kaphattak az érdeklődők. Itt elsősorban arról lesz szó, hogy az egyesületeknek, illetve az alapítványoknak mely esetben kell egyáltalán változásbejegyzési kérelmet benyújtani a nyilvántartást vezető bírósághoz, azt milyen módon tehetik meg, milyen nyomtatványt kell ehhez használni, valamint, hogy ezeket a nyomtatványokat hogy kell megfelelően helyesen kitölteni. Kitértünk továbbá arra is, hogy ezekhez a változásbejegyzési kérelmekhez milyen mellékleteket, okiratokat kell csatolni. E körben fontosnak tartom kiemelni, hogy a bíróság központi internetes oldalán elérhető mindenki számára nagyon sokféle okiratsablon, például egy tisztségelfogadó nyilatkozat. Ezek alkalmazása véleményem szerint megkönnyíti a civil szervezetek számára is a változásbejegyzési kérelem előterjesztését, illetve előkészítését, másodszorban pedig a bíróság munkáját is megkönnyíti, hogyha ezeket alkalmazzák a civil szervezetek. Ezek az okiratminták ugyanis minden szükséges tartalmi elemet magukban foglalnak, így jóval kisebb az esély a hiba lehetőségekre, ezáltal pedig kisebb eséllyel kerülhet sor hiánypótlási eljárásra, melyből következően akár az eljárási határidő is rövidebb lehet, hogyha nincsen szükség hiánypótlási felhívás kiadására. A végül, de nem utolsó sorban szeretnénk beszélni az egyesületek, illetve az alapítványok megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, hiszen ezek is az elmúlt időszakban nagy számban előfordulnak. A Tolna megyei Szabadművelődési és Névfőiskola Társaság rendre képviselteti magát ezeken a tájékoztatókon, várják és érdeklődnek irántuk. Ez az alkalom jobbkor nem is következhetett volna. Éppen múlt héten volt a tisztújító közgyűlésünk, és most éppen ez nekünk nagyon aktuális, mert módosítanunk kell az alapszabályt. A folyamatosan változó világban, legyen szó pénzügyekről vagy jogszabályokról, nagy segítséget nyújthatnak az ilyen és ehhez hasonló szakmai előadások.